Na, hellóztok! Farkas vagyok, mint ezt nagyon jól látjátok. Matek példával készültem most nektek. De ezt föl kell vezetni, hát ez nem úgy van, hogy csak egy meg egy az kettő, hanem az miért egy meg egy, jó? Tehát a háttértörténet természetesen a regényhez tartozik, aztán jött egy ilyen jó kis kérdés, hogy na akkor most ez hogy van? Hát akkor nagyon jó, mert csináljuk belőle a videót. Van két lény. Az egyik egy ember, az a Földön lakik, és van egy Iboron, ez meg a Fluna bolygón lakik. Mind a kettő 100 éves. Most jön a trükk, figyelj. Akkor melyik az idősebb? De úgy pontosan 100 éves, jó? És akkor ugye matematikai példáról van szó, úgyhogy akkor melyik az idősebb? Na ehhez tudnotok kell a bolygónak az adottságot, ugye a Föld bolygó az teljesen evidens. A Fluna az már nem annyira. Tehát a Flunában 300 nap van egy évben. Minden nap 30 órából áll. Jó? Földön csak 24 óra van. Jó? Jó, az is esetleg segít, hogy 365 plusz egy egynegyed nap. Ugye ezért van minden élék évben szökő év, de ezt most ne kell elmagyaráznom, ezt nagyon jól tudjátok. Tehát a kérdés a következő. A két bolygón lakik egy-egy lény. Az emberi lény, meg a Iburó lény, és mind a kettő pontosan 100 éves, a saját bolygója szerint. Melyik az idősebb? Annyit még segítek, természetesen az egy óra időtartam ugyanannyi. Ugyanannyi, jó? Annyit segítünk, hogy hány óra van egy nap, hány, meg fogjátok oldani, jó? Na, minden jót, aztán várom helyes megfejtéseket. Na, sziasztok!